polgármesteri tájékoztató következik. Rendezvényekről, eseményekről szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet. 27-én a Táncs és Művelődési Házban megrendezése került az önkormányzati bál. Voltak itt képviselő hölgyek és urak közül részt vett rajta. Január 30-án a galériában volt Mikó István Jászai Díjas színművész és Szabó Anikó színésznő pódiumestje. Január 30-a és február 3-a között tartotta a hármas számú összevont oboda az egészségét projektjét a sportcsarnokban. Itt a Bozsonyi állították össze a pedagógusok, az óvodásoknak a programjait. Február 7-én volt a Pán Európa Általános Iskola jótékonysági vágya. Február 11-én került megrendezésre a Táncs és Művelődési Házban a Német Nemzetiségű Önkormányzat által szervezett svábbál. Február 25-én kerül megrendezésre a hármas számú összevont oboda pálya a Táncsisban. Január 18-a és 21-e között németországi meghívásra Münchenben látogatott a Brassakovics Általános Iskolának egy tánccsoportja, és egy nagyon gazdag program keretében egy nagy sikerű műsort adtak elő. Az előadás végén állva tapsolták meg őket. A gyerekeket fogadta a müncheni főkonzul, és több német szervezettel is kapcsolatba kerültek, szívesen eljönnének majd Soroksára. A korábbi képviselőtestületi, az előző évi képviselőtestület döntés alapján még decemberben vásároltunk a kerületi intézményeknek közel 100 darab számítógépet. Ebben 80 számítógépet most januárban átadtunk az általános iskoláknak. Elengedtük most őket, de úgy gondoltuk, hogy úgy engedjük el őket, hogy a számítógépes hálózatuk azért rendben legyen, és tudják használni. Ez az átadás megtörtént. Nagyon örültek ennek, mert valóban nagyon rossz állapotban voltak a gépeik. A vagyoniratkozatokat a törvény alapján január 31-ig kell megtennie a képviselőtestületnek. Határidőn belül valamennyi képviselő és külsős bizottsági tag eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. A 2017 évi helyi támogatási kérelmek benyújtási határideje lejárt, 41 darab kérelem érkezett. Most folyik a hivatalban a vizsgálat annak kiderítésére, hogy megfelelnek-e a helyi rendben foglaltaknak. És még egy, megkezdődtek a tavaszi faápolási és gajazási munkálatok. Nem mint hogyha most úgy nézzen ki, hogy tavasz van, de azért elkezdték a munkálatokat a kollégák szénási ülvezetésével. Ennyi lett volna a tájékoztatón.